Éppen az új szekszárdi telephelyére száll le a mentőhelikopter, ugyanis kedden átadták a mintegy 650 millió forintból épült légimentőbázist a Tolnai megyeszékhelyen. Gyurkovics János, Szekszárd alpolgármestere elmondta, hogy a 15 éve húzódó ügy végre rendeződött. Ezt az önkormányzat már a terület kijelölést 2007-ben megtette, azóta eltelt 15 év, több engedélyre volt szükség a kivitelezések során, de nagyon örömteli pillanat ez a mai nap, hogy most már akkor itt parkol a helikopter, és hát gyakorlatilag innen látja el a szolgálatot. A Pécs-Pogányi bázis Szekszárdra való költözésével megnövekedett az ellátási terület Magyarországon belül, vagyis a 15 perc alatt elérhető lakosság száma mintegy 30 ezer fővel, az ugyanennyi idő alatt elérhető terület nagysága pedig 1300 négyzetkilométerrel nőtt. A tavaly évben mintegy 3200 esetben segítettek a légimentő bajtársai bajba jutottaknak. Ez nagyjából azt jelenti a Pécs-Pogány esetében, amit most éppen kiváltunk ezzel a bázissal, hogy mintegy 460 eset az, ami már idén is gyakorlatilag erre a területre jutott, ami majd 1000 lefölszállást jelent. Ez azt jelenti, hogy majd 500 betegnek tudtunk így segítséget nyújtani. Ez több 100 repültórát jelent. Én bízom benne, hogy ezzel még hatékonyabb tud lenni a mentés. Rétvári Bence, a Belügyminisztérium parlamenti államtitkára az eseményen hangsúlyozta, hogy az ország korábban nem állt a saját lábán a légimentés terén, ugyanis a mentőhelikoptereket egy külföldi cégtől bérelték. A rendszer azonban néhány évvel ezelőtt átalakult. A rendőrség és a mentőszolgálat együttműködésében magyar tulajdonú mentőhelikopterekkel, magyar háttérsegítséggel és nyilván magyar mentésirányítással együtt valósuljon meg Magyarországon a légimentés. Így tudunk 7 bázisról 9 mentőhelikopterrel segíteni a bajba jutottaknak a segítségére. Rétvári Bence hozzátette, hogy az elmúlt években a kormány a mentőszolgálat költségvetését több mint kétszeresére növelte, annak érdekében, hogy a mentés jól működő legyen Magyarországon, és az eddigi visszajelzések azt mutatják, hogy az egészségügy ezen területe rendkívül eredményes.